Szervusztok, Karlas József vagyok, és tulajdonképpen, mint a Sziget program igazgatója, elsősorban azért felelek, hogy a STAR programon kívül az összes egyéb program helyszín és program próbálunk koordinálni a kollégáimmal közösen a fesztiválon. Ahogy ez megszokható, vagy ahogy ezt már mindenki számára tudható, a Sziget az nem csak egy zenei fesztivál, a Szigeten nagyon sok minden történik a zenén kívül. Én nekem meggyőződésem, hogy a kollégáimmal ebben erősen hiszünk, hogy a Szigetnek többek között ez az a varázsereje, ami miatt rendkívül vonzó, nem csak itthon, de egész Európában, tehát ezért jönnek nagyon sokan, ezért a sajátos feelingért, aminek része, vagy amihez hozzátartozik az, hogy tényleg a zene mellett, az operától, a táncon, a színházon, a utcaszínházon, a cirkuszon át, minden megtalálható a fesztivál keretén belül, és ez gyakorlatilag egy belépővel mindenki számára elérhető. Igyekszünk ugyanúgy a STAR programok mellett hasonló, tehát az adott műfajnak megfelelően sztárokat hozni, tehát azt gondolom, hogy én már ezt is már sokszor elmondtuk, hogy a Sziget sok kis fesztiválból áll, az a cirkuszprogram, az a színházi program, az a világzenei program, az tulajdonképpen egy önálló fesztivál programként is megállná a helyét, hiszen olyan fellépőket és olyan neveket tudunk elhozni, akik a hasonló műfaj fesztiválokon világsztároknak számítanak. Nem lesz túl nagy változás idén a tavalyhoz képest a Szigeten, talán az egyik leglátványosabb változás az lesz, hogy az Európa Színpad, nem tudom mennyire van előttetek az Európa Színpad, ami tavaly még az olasz kemping részeként, az olasz kemping mellett volt található, ez egy kicsit beljebb fog kerülni. Próbálom körbeírni, hogy ez hol a volt mozirét, tavaly Telekom tér volt az a helyszín, a buszinkat a szemközti rész, teljesen a Sziget közepe, az A38 színpadhoz nagyon közel, és a Sziget irodához is nagyon közel. Oda fog kerülni az Európa színpad, aminek az lesz az előnye, hogy mivel nem a periférián van a színpad, ezért sokkal tovább tud működni a program, úgyhogy hajnali kettőig lehetnek majd koncerteket látni, és így meg tudtuk egy kicsit ott feltudtuk a fellépők számát ezzel növelni, vagy növelhetünk a fellépők számát, és a színpadot is egy picit ennek megfelelően technikailag és látványban is fejlesztjük, és nagyobb neveket is hozunk, tehát azért ott olyan nevek lesznek, mint például Olaszországból az Iministri, vagy Franciaországból a Deluxe, akik már az adott saját országokban tényleg nagy sztároknak számítanak, Magyarországon még talán kevésbé ismertek, de szerintem rövid időn belül itt is nagy sztárok lesznek belőlük. Úgyhogy érdemes ezt a színpadot majd komolyabban, ennek a programját komolyabban tanulmányozni, mert nagyon sok érdekességet lehet majd ott felfedezni. De ugyanígy ott a szomszédságban ott lesz ugye a világzenei színpad. Nem fogok most részletesebben a programokról beszélni, de azért a világzenei színpad esetében felhívnám a figyelmet, hogy tavalyhoz képest idén lesz egy nulladik napi program is ott, nem is kis fellépővel, hiszen Újka jön a spanyol származású énekesnő, akinek most volt nemrég egy nagyon nagy sikerű teltházas koncertje a Művészetek Palotájában. Őt lehet majd a Szigeten is ott látni egy élő koncerttel. Tehát, hogy most nem mennék bele konkrétan a fellépőbe, hiszen a sajtóban ezek elég részletesen benne vannak. Annyit mondani kell, hogy ugyanúgy, ahogy megszokhattátok, megpróbáltuk ezeket a hasonló vagy egymáshoz közel álló műfajokat területileg is egymás mellé rendelni, tehát ugyanúgy a Dom környékén ott találhatók azok a kulturális helyszínek, amik inkább a kultúrált kikapcsolódást, illetve a csendesebb, nem a koncert helyszíneket igénylő környezetet kívánják. Így ott található például a színház és táncsátor, ott található a múzeumi negyed, ott található a komoly zenei klasszikus opera és jazz színpad, ott lesz megtalálható, átköltözik egy picit arra a részre a Inventhub, a Saksátor, a Sziget Cinema és a TEDx Klub sátor, tehát hogy ezek mind ott lesznek egy kupacba, a Vándorlust és a Hungarikum falu, biztos ki fogok megfelejteni dolgokat, de ez nem szándékos részemről. Tehát hogy ez a terület, ez megmarad a kulturális programoknak
fejleszteni. A sziget északi csücske az árzón helyszín ugyanúgy megmarad, az is nagyon sikeresen működik most már évek óta, és egyre több galéria és egyre több képzőművészeti csoport, társaság szeretne kijönni a szigetről, nem is tudjuk sokszor mindenkinek lehetőséget biztosítani, de hasonlóan a tavalyi évhez a sajtónak részletesen tárgyalban, amit itt lesznek a részt, de hasonlóan a tavalyi évhez egy elég komoly színes program várható az Árzón helyszínen is. Az elektronikus zenei programok is ott találhatók, az északi csücskön az sem változik, ugye a Colosseum, az Aréna, illetve ennek ehhez elég közel a Magic Mirror sátor, amit tavaly visszahoztuk, és nagy sikere volt ennek a Spiegeltentnek, amit Berkingból bérelünk, ezt idén is fogjuk hozni, és annyi változás van a Magic Mirror sátorban, hogy idéntől már a beszélgetéseket is már rájöttünk, hogy egyre inkább igény van arra, hogy ezek ne csak magyarul történjenek, hanem angol nyelven, mindenki számára érthetőek legyenek. Hát azok a kerekasztal beszélgetések, ezek most már a Magic Mirror sátorban különböző emberi jogi, elemvédő témájú beszélgetések angol nyelven fognak történni, aminek a szervezője, moderátora a Tel Avivban élő Steiner Kristóf lesz. Tavaly elkezdtünk egy olyan hagyományt, hogy minden évben felkérünk egy nevesebb rendezőt arra, hogy a Magic Mirror sátornak a show programját rendezze meg, állítsa össze. Tavaly Lakatos Márknak volt egy nagyon nagy sikerű produkciója, idén Markus Pászt Berlinben élő, szintén elég neves rendezőt kértük fel, úgyhogy ő fogja a Magic Mirror show programját rendezni. Akkor megyünk délfele a szigeten, és egy civil sziget, hasonlóan az előző évekhez, ugyanúgy meg lesz található a nagy számú civil szervezetekkel, ott is minden évben szelektálnunk kell, hiszen nem tudunk sajnos mindenkinek lehetőséget adni, hogy kérüljön a szigetre, de ez a szelektálás tulajdonképpen egy minőségi változást is jelent, tehát azért azt is jelenti, hogy egy kicsit meg tudjuk így ezáltal szűrni azt, hogy kik jöjjenek, és ez mindenkinek jó. Ahogy megyünk délre, akkor a cirkusz helyszín lesz még egy kisebb változás, a fejlődés. A cirkusz helyszín egyre inkább kiemelt helyszíne és eseménye a cirkuszművészet, ahogy ezt láthattátok a Baros Imre Artista képzéseket is, nem véletlenül hívtuk el, hogy teremtsék meg ennek a hangulatát, ennek a sajtótájékoztatónak. A cirkusz kifejezetten fontos a sziget számára. Elindítottunk egy együttműködést és egy beszélgetést a Macivával és a Fővárosi Nagy Cirkusszal egy hosszabb távú komolyabb együttműködésről, aminek első lépése az lesz, hogy idén a Baros Imre Artista képzésben álló programmal jön ki a szigetre, és a tavalyi évhez még az a fejlődése a cirkusz helyszínek, hogy most már nem egy cirkussátorban lesznek programok, hanem két cirkussátorban, plusz egy szabadtéri színpadon, tehát ott folyamatosan felváltva lehet majd különböző előadásokat megnézni, ausztrál társulattól kezdve a berlini szóprodukciója, a reszökő társulat ismét visszatér a szigetre, a Baros Imre Artista képző mellett a Quebec City-ből érkező Quebec cirkusziskola hallgatóinak az előadását is lehet nézni, kint a szabadtéren pedig kanadai és francia társulatok fogják szórakoztatni a közönséget, tehát azért lehet látni, hogy egy elég színvonalas és egy elég nemzetközi programot sikerült ott is összeállítanunk. És akkor visszatérünk tulajdonképpen, akkor most így kihagytam nyilván helyszíneket, de volt Fesztivál színpad, A38 színpad, Nagy Utca Színház, az A38 mellett majdnem ugyanott, ahol tavaly a folyászatokat láthattátok az argentin társulatot, idén a Nagy Utca Színházi produkció az egy francia társulat lesz, a Transexpress társulat, akinek a legújabb produkcióját, az Munchin produkciót hozzuk el, és ez Karcsinja nem szereti, de ez egy darus produkció lesz. És nem a produkciót, a darok. A darok szeretem a végén a látványát, de hát sajnos ahhoz, hogy ilyen komoly légi akrobatikával felszerelt produkciót láthassunk el a darok nélkül összetettem, úgyhogy légi akrobatikával, élő zenével kísért produkciót lehet majd a sziget minden napján este a nagy színpad programzárása után megtekinteni ezen a részen.
És akkor visszaérünk tulajdonképpen a dombkörnyékére, még annyit pár dolgot onnan ki szeretnék emelni. Nagyon komoly fejlődésen megy át a klasszikus opera és jazz-színpad programja, hiszen egyre nagyobb produkciókat és egyre nagyobb sztárokat tudunk oda elhívni. A idén egyik nagy érdekessége lesz ennek a színpadnak Gabriel Prokofjev fellépése, aki Szergej Prokofjev zeneszerzőnek az unokája, Londonban él, és őnek ki az a, van egy olyan elképzelés és van egy olyan projektje, amit non-classical live-nak hívnak, hogy a klasszikus zenét megpróbálja rendhagyó módon népszerűsíteni és megismertetni, megszerettetni fiatalokkal. Ennek egyik módja például, hogy mint klasszikus zenei DJ is fellép időnként, úgyhogy ő jön, és ott két este is lesz egy produkciója ezen a helyszínen, amit nagyon izgatottan várunk. A színházi helyszínről szintén benne van elég részletes a sajtónyagban, nem szeretnék részletesen beszélni, lesznek társulatok Argentinától kezdve Spanyolország, Franciaország, Izrael, Irán és rengeteg helyről. De az egyik érdekessége az, hogy idén a Sziget már nem csak hogy meghívít kész produkciókat, hanem tulajdonképpen mint egy koprodukciós partner részt is vesz újabb produkciók megszületésében, és így a Shinnel és a Trafóval közösen Hiroaki Umeda, világhírű japán koreográfus és táncos, felkértük arra, hogy 5 magyar táncossal készítsen egy új darabot, aminek a bemutatója a Szigeten, ez majd később szeptemberben a Trafóban. Tehát, hogy ebben a irányban is megpróbálunk fejleszteni és fejlődni. Nagyon röviden ennyit szeretném volna így a programokról elmondani, nyilván kifelejtettem nagyon sok lényeges dolgot. Fontosnak tartom, hogy visszatom a szót, egy-két köszönetet elmondani. Először is szeretném nagyon megköszönni annak a hihetetlen sok kollégának, aki dolgozik velem ezen a programon, az összes programhelyszín felelősnek, az összes olyan társulatnak és ügynökségnek, akik partnerként és szervezőként a Sziget programjának összeállításában részt vesznek, illetve szeretnék egy-két olyan intézményt megemlíteni, akik most már évek óta részt vesznek a Sziget programjában, és nem kis dolgot hoznak ott létre velünk közösen. Ilyen ez a már említett komoly klasszikus és opera helyszínen a Magyar Állami Opera és a Karmel Opera Fesztivál részvétele, akik nélkül ez elképzelhetetlen lenne. Ilyen a múzeumi negyedben, az összes kitelepülő múzeumnak a részvétele, akik nagyon fontosak, és idén a Néprajzi Múzeumot szeretném kiemelni, illetve most akkor eszembe is jutottam, hogy mit felejtettem el, hogy az egyik kiemelt témája idén a Szigetnek a menekült kérdés lesz, és ezzel kapcsolatosan nagyon sok programot tervezünk a különböző helyszíneken. Ilyen például a színházi helyszínnél a berlini Maxim Gorki Teáternek a kifejezetten a Szigetre készülő performance sorozata. Róluk azt kell tudni a Maxim Gorki Teáterről, hogy ez egy legjobb színház Berlinben, ahol jegyet egyébként nem nagyon lehet kapni. Egy török igazgatónője van, és kifejezetten bevándorlókkal dolgozik, és ilyen témájú előadásokat készít. Úgyhogy ők érkeznek a Szigetre, illetve a Párizsból a Bevándorlás Történet Nemzeti Múzeum egy utazó kiállítással érkezik a Szigetre, amit a Néprajzi Múzeummal közösen installálnak, illetve közösen alakítják ki ennek a programját, ebben is lesznek kerekasztalbeszélgetések, és ebben a témában filmvetítések, illetve Magyarországon élő menekültek is részt vesznek a programban. Többek között vendégként várjuk majd ide Antonio Gutierrezt, a ENSZ menekültügyi főbiztosságának korábbi vezetőjét. Úgyhogy elég és sok mindennel próbálnak így foglalkozni a Szigeten. Még én szeretném emelni a Nemzeti Film Alapot, mint egyik fontos támogatót és partnert, akik a Sziget Cinema magyar filmek vetítését szervezik a Szigeten, a Magyar Sakszövetséget, akik a Saksátor programját csinálják, a Macivát és a Fővárosi Nagycirkuszterekkel elindult egy komolyabb együttműködés, és azokat a nem kereskedelmi szponzorokat és támogatókat, akik viszont támogatják a nemzetközi, de minél színvonalasabb és minél nemzetközi programjainkat, többek között a francia intézetet, a spanyol nagykövetséget,
követséget, Argentin, Holland nagy követséget, Lengyel intézetet, Csehcentrumot és a Japán alapítványt emelném ki. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha bármi kérdés van, akkor állunk meg.